Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű napos tavaszi gyakorlaton, és joggal merülhet föl, hogy mi a zen, mi az, amit tanultatok a mai nap. És azt hiszem, hogy nálam sokkal jobb tanítókra találtok a napfény, a zöld fű és a nem messze legelő lovak személyében. Az a hatalmas szerencsénk, hogy a Zent sokkal inkább szavak nélkül lehet elsajátítani, esetleg szavakkal artikulálni, de megtanulni nem. Képzeld el, hogyha neked csak a poharat tanítanák, de a vizet azt nem. Elmondanák, hogy hogy készül egy üveggyárban az üvegpohár, hogyan jut el a boltba, hogyan kerül az asztalodra, de vízről még szó sem volt. A sok-sok könyv nagyjából erre jó de neked kell a poharat megtölteni vízzel, és neked kell a vizet megtanítani úgy, hogy ha kell, pohárszerűen viselkedjen. Ha kell, tálszerűen viselkedjen. Ha kell, legyen jég, ha kell, gőz, ha kell, folyékony, és mindez csak h 2 Képzeld el, hogy az emberi lényeg mennyire megfoghatatlan, mennyire nem önthető formába, és nem foglalható szavakba. És mi mégis megpróbáljuk, mindaddig, amíg ki nem derül, hogy az út az nem szóba fogható, és a név, ami kimondható, nem az örök név. Ez így szabadon a Tao Te King sora. Érdekes az ember, mert annyira rövid az életünk ezen a bolygón, amennyire nagy a vágyunk az örök létre, amennyire félünk a mulandóságtól és a haláltól. A délelőtt folyamán közösen átéltünk és megteremtettünk egy megemlékező szertartást. Nagyon fontos tanítások hangzottak el, eviláginak és túlviláginak egyaránt. Testben lévőnek és testen kívül lévőnek egyaránt. Nagyon szomorú, de mindenek fölötti az a tény, hogy ha nem látjuk, az élet múlandóságát, kötöttségét, akkor nem becsüljük meg. A halál tudata nélkül nem élünk igazán. Ha elfeledkezünk a születés, ha elfeledkezünk a születés, öregség, betegség és halál tényéről, akkor nem fogjuk meghaladni őket soha. Nagyon sok minden elmondható a mai korról, de az, hogy semlegesíti ezeket a tényeket, Egyeseket igyekszik elfedezni, eltüntetni, vagy kórházba zárni, rendszert formálni belőlük, csak azért, hogy megjósolhatóak legyenek. Ez biztos, hogy mostanában így van. Nem merünk szembenézni a születéssel és a halállal. Az öregséggel is alig. Hány több generációs család maradt? A zen tehát azt jelenti, hogy meghaladjuk az életet és a halált, de ehhez magunkban kell találni valamit, amely túllendül a múlandóságon. Valamit, ami látja a keletkezést és a megszűnést, de mégsem azonos vele, ahogy a tükör sem azonos a tárgyal, ami megjelenik előtte. Sokkal-sokféle motivációval jöttetek ma ide, és én mindegyik kötőkét meghallottam de azon sem csodálkoznék, hogyha legtöbbőtöknek a kíváncsisága, a rend iránti vágya, a megismerés iránti vágya, az még nem elégült volna ki. Úgyhogy ha szeretnétek kérdezni, hogy tovább haladhassatok az úton, akkor itt a lehetőség. Nagyon ritkán előfordul, hogy tudatos álmon van. És azt szeretném kérdezni tőled, hogy tudnál egy tanácsot adni abban, hogy hogyan tudnám azt az államvilágot stabilát tenni, hogy több ideig maradhassak ott? Én a tudatos ébrenlétet javaslom, a sokkal nehezebb. A tudatos ébrenlét az azt jelenti, hogy segítesz magadon és másokon. A tudatos álom az a meditáció egyik formája, nem rossz és nem jó. De karmát láthatsz, viszont nem oldhatsz meg. A teljesen éber jelenlétben és itt létben Tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel, gondolkodsz és cselekszel. Ez a karmának az aktív látása és teremtése vagy megszüntetése, mikor melyikre van szükség. Tudatosan vagy tudattalanul álmodni, ez azt mondom az elme éjszakai üzemmódjának a velejárója. De sokkal kevésbé ismerjük és éljük tiszta önvalónkat a mindennapi élet forgatagában. Amikor vezetni kell az autópályán, helyt kell állni a munkahelyen, hazamész a családhoz, a párodhoz, és embernek kell lenni. Ez a tudatos éberség. Erre helyezném inkább a hangsúlyt. Köszönöm. Mitől függ, hogy ki mikor tapasztalja meg a jelenlétet, és vannak-e fokozatai a jelenlétnek? A mögötte lévő akaratnak. Ennek a függvénye az egész hogy te ezt miből akarod, kíváncsiságból, kényszerből, szenvedésből, a boldogság akarásából, hogy túl sok, ami van, nem elég, ami van, nem az van, ami kell. Ez teljesen mindegy. Miért? Ezek az indokok mind személyesek. A személyes motiváció nem jó, nem rossz, de hamar kifogy, mint üzemanyag. Előbb-utóbb meglátod, hogy nem magadért gyakorolsz, és nem magadért jössz vissza a pillanatba, és nem magadért tartod a tiszta tükörszerű tudatot. És ekkor megváltozik az egész. Érzetben ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor hirtelen a kis személyautódból átülsz egy repülőgépbe. Ugyanúgy megvan az ülés és a biztonsági öv, csak hangsebesség fölé mész. Úgyhogy az a fontos, amikor meglátod, hogy itt már csak nem rólad van szó, hanem sokkal többről, sokkal több lényről. És fejleszthető. Ó, nagyon. Itt tényleg a felső határ még a csillagos ég se, még azon túl is lehet menni. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor a meditációnak eljutok egy, nem tudom én, az elejére, akkor azt ér, elkezdem azt érezni, mintha egy gőz menne ki a fejemből. Az nagyon jó. Tehát, Képzeld el, fülem. hogyha nem menne. Igen, hát igen, én is így gondolom. És hol megy ki? Hát annyi minden hely van. Is. A fülem. Hát a füledem megy ki? Igen. Javaslok olyan pótiszatva képeket, ahol ilyen kis ezüstös sugár látszik a fülükből kifelé. Na, az nem gőz, az valami más, az a messzire hallás, vagy a mennyei fül és hallás jele. De hogyha sok gőz kimegy, akkor esélyes, az jó lesz. Jó. Szóval hőfejlődés van, komolyra fordítva a szót, mindannyian rendelkezünk valamivel, amit úgy hívunk, hogy prána, vagy csi, szanszkrit, illetve kínai, és ennek az energiának a vándorlása a karmától függ. Az Energiához mindig párosul információ, az önkép, a világkép, ami gondolatod, érzelmed, egyebed van, az a pránát úgy megszínezi, megfesti. Oké? Okay? Még az illatát is megváltoztatja. Tehát amikor meditálsz, akkor változik a karmád, és ezért változik az energia keringése, elhelyezkedése, központozása. Úgyhogy hadd jöjjön ki az a gőz. Úgyis sok van bennünk. Aztán a figyelmedet ide fordítod a tantienre, a köldök csakrára, és itt fölül az jön, megy, ami kell. És mindig ez a középpont lesz a legerősebb. Ez a legfontosabb. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Így tartottam az énekkönyvet, könyvet. Volt két mantra, amikor megremegett a kezem, de egy folyamatosan, és egyébként nem, hogy ez minek köszönhetősen, és nem emlékszem pontosan a mantrákra, de két, két mantrán is előfordult. Ez azért van, mert azok a mantrák a lelked mélyéig hatoltak. És valamit megrezdítettek a tudattalanodban, amely azon nyomban kihatott a testedre, arra a tartásra, amihez szintén energia kell, és hogyha megváltozik ennek az energiának a rezdülése, akkor megváltozik a test működése is. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és hogyha szeretnéd, akkor megmutatjuk újra a szertartás füzetet, és akkor a két mantra ismét rád köszön. Nem biztos, hogy ezekkel kellene gyakorolnod, de ezért van a tanító, hogy ebben segítsen. És nagyon sokan, nagyon sokáig énekelnek azért, hogy legalább egy szótagnyi mantra a lelkükben kellő mélységre lehatoljon. Úgyhogy szerencséd van, ennek örülhetsz. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a tanítót, aki segít megtalálni a megfelelő mantrát. Azt hogy lehet megtalálni? Meg kell kérdezni a mantrát, és az, hogy megmutatja neked a megfelelő tanítót. Szóval meg a tanító is olyan, lehet. hogy mint a fehér holló. Ilyenkor keresni kell. Tehát nagyon, most már olyan kényelmes időszakban élünk, hogy te ilyen görgetésekkel, klikantásokkal, gomblanyomással tehát a világ összes tanítója ott van a képernyődön. Hát ilyen még nem volt. Az utolsó húsz évben ez így megjelent. A kérdésem az lenne, hogy a, körülbelül az utolsó kettő-három évtizedben nagyon sok lélek születik le a Földre. Hogy mi ennek az oka? Most itt nem gazdasági okra gondolok, hanem hogy jobb lenne a konstelláció? Vagy, vagy mi lehet ennek az oka? Te ennek van egy nagyon prózai és nagyon intim oka, ahogy általában a gyerekek születnek, ez egy ellenállhatatlan folyamat. Tehát az, te az északi sarktól a déli sarkig, minden egyes szélességi, körön és hosszúsági fokon nagyjából hasonló erővonalak mentén megtörténik, és működik. Hát ez az a gyár, ami sosem áll le, és hogyha kiszámolod, hogy másodpercenként hány ilyen kis szikra villan föl, hát az a csoda, hogy csak ennyien vagyunk. Komolyabbra fordítva a szót, teljesen mindegy, hogy honnan jövünk, úgy tűnik, hogy elég nehéz csomagokat hoz ide mindenki. Eléggé összetett az, ami az izsákban van. A jó hír az, hogy mindenki embernek születik, rossz hír nincs, csak senki se tökéletes. Ha már itt vagyunk, akkor vegyük már észre egymást, és próbáljuk meg segíteni egymást tiszta tudatunk legjavából. Nem az a baj, hogy nem próbáljuk meg segíteni egymást, hanem azt, hogy koszos mocskos kézzel tesszük. Ez a baj. Teljesen mindegy, hogy honnan jövünk. Engem az érdekel, hová megyünk. És nagyjából oda megyünk, ahová itt megláttuk, hogy mennünk kell. Ahová menni akarunk, amilyen úti célt elkészítettünk magunknak. Az a nyersanyag, ami a karmánk, az sosem pusztán illatos, szép és rendezett, hanem kaotikus, büdös, rendetlen, ronda és egyéb dolgok is nagyon ott vannak benne. Ha már eleget ismered magadat, akkor megláttad. És innentől kezdve ezt kell szépen komposztálni, és a tisztánlátás virágát kisarjasztani belőle, hogy a butha is azt átadta a hakás japának. Még talán az, az is mellékes, hogy hová megyünk, ugyanis előbb-utóbb visszatérünk ide egymásért. Másképp nem lesz teljes az utunk. Nekem mostanában központi téma az a tisztánlátás, hogy tényleg jól lássam a helyzeteket, meg a feladataimat, és hogy ebben mi az, ami segítségre lehet, hogy minél tisztábban tudjak belemenni helyzetekbe. Ez egy annyira fontos kérdés, hogy Sákjamoni Butháig szeretném elvinni a témát. Milyen színű a szobor ott? Az a szobor, milyen színű? Igen, milyen színű. Arany. Arany. Más segített neked a tisztánlátásban. És hogyha ezt befelé is ugyanilyen tisztán látod, hogy mi az, ami ezt kimondta, mi az, ami benned gondolkodik, érez, beszél és cselekszik, akkor az egy jó lépéssel előre visz az úton. Azért tanítjuk ilyen egyszerűen és világosan, mert ez kifelé, a szemmel való látás, a füllel való hallás útján rendkívül egyszerű. De a lélektudatosság szintjén bizony nem elképesztően bonyolult karmák van, és ezt egy bonyolult, hullámzó, darabokra tört tükörben nem látod. Ezt egy egyszerű, tiszta, egységállapotból látod. És ezért kell az egypontú tiszta tudat, hogy ez a tisztánlátás, mint tapasztalata miénk legyen. Tehát mindenki látta az elmének a több szintű darabokra tört hullámzását. És voltak olyan áldott katartikus pillanatok, amikor olyan voltál belül, mint egy tiszta tükrű tó, ami nem mozdult, és mindent úgy mutatott a madarat, a felhőt, a föléhajló fát, ahogy van. És annyit tud, hogy ez a kettő, ez kétféle állapota ugyanannak a tudatnak. Tehát tudod a fényt részecskeként és hullámként érzékelni, tehát tudod a tudatodat gondolatok, érzelmek, képzetek, illetve egy az előtti állapotban is tartani. A tisztánlátáshoz a helyes tanításon kívül gyakorlat kell és a rengeteg tapasztalás miért? Mert ezt a hánytorgást mi elhisszük. A tárgyat ráragasztjuk a tükörre, az önképet ráégetjük az önvalóra. Sose lesz tökéletes a hegesztés szerencsére, ezért az illúziót, a realitás előbb-utóbb ledobja. És ez a fájdalom, ez a szenvedés. Azért kell a tisztánlátás, mert anélkül nem megy. Anélkül tényleg nem vagyunk emberek, de megpróbáljuk. Megpróbáljuk illúziókból összerakni az életünket. Megpróbálunk felszínesen, könnyen, gyorsan élni. És nem megy. Nem megy, mert érzed, hogy nem valós, nem te vagy. Nem belőled jön, hanem valaki, valakik valahogy rádrakták. Kondicionáltak, neveltek, manipuláltak, sugalmaztak, tanítottak, tiltottak, serkentettek. És a többi. És ez mind nem te vagy. Hát igazi önvalunk tapasztalata nélkül nincs tisztánlátás. A lényeg nélkül nincs igazság, és az igazság nélkül nincs helyes működés. Ezért ennyire fontos a kérdés, hát, hogy tényleg Sákja Munihoz delegáljuk, de nem a szoborhoz. Ahhoz a butha tudathoz, amely 2560 éve nem változott az előtte lévő buthák, Kásjapa, Dípamkara, akikről Sákyamoni beszél, és az utána lévő buthák például Maitreya esetében sem fog változni. Úgyhogy jó hosszú ez a tanulási folyamat itt a Földön. Köszönöm szépen. Szívesen. Ez a illúziókkal ránk ragasztott, szóval ránk ragasztott illúzió valóság, amit élünk, ez, ezt mindenki látja? Vagy mindenkinek nem. látnia kéne? Érdemes lenne, de nem mindannyian látjuk. Sokunk látja részben. Meg mondtad, hogy a többi lényért jövünk vissza, hogy egymásért is, meg az összes többi lényt is megtapasztalhatjuk. Ebből a szempontból kitüntetettek vagyunk, mint emberek? Mi vagyunk azok, akiknek a buddha természete, hogy ugye így fogalmazzak, lehetővé teszi ezt a tisztánlátást és ezt a tudatosságot. De sajnos nagy részt nem élünk vele. Tehát elhisszük a gondolkodásunkat, mint abszolútot, ragaszkodunk az érzéseinkhez, mint egyedül való érzésekhez, ezért a másik érzéseit nem érezzük át. Ez az együttérzés hiánya. A gondolkodás relativitásának a nemlátása az a bölcsesség hiánya ezen a Földön mi emberek vagyunk az egyetlen olyan lény, amely fel tud ébredni a káprázatból, de ez a képesség még nem garancia semmire, sőt, az én fogalma nem azt jelenti, hogy rögtön tudatosak vagyunk, és látjuk, hogy mi az igazi énünk. Mi az önvalónk. Ez egy lehetőség. És ahogy eddig az emberiség, mint egy entitás, az elmúlt pár ezer évben az akadályokat vette, folyamatosan bukunk. Nagyon sok tanító működött és működik, de nagyon kevés tanító lett paradigma alkotó. Legtöbben valaki paradigmáját folytatjuk, csiszoljuk, újraalakítjuk. És nagy paradigma teremtők, mint Buddha, vagy Jézus, vagy Lao Tse, hát nem jönnek gyakran, nézd meg. És azért nem jönnek gyakran, meglátásom szerint, mert még azt az iskolát se jártuk ki, amit ők alapítottak több ezer évvel ezelőtt. És hogyha nem vizsgázunk sikeresen az első osztályban, akkor nem léphetünk a második osztályba. Úgyhogy igen, az ember az, aki itt fölébredhet ezen a bolygón, mert neki nyitva van itt a homlok csakrája, tehát tudatosan dolgozik az én fogalommal. Az állatoknak is van individualitásuk, huhú, de milyen? Nagyon komoly, de nem látnak rá. Nem is tudják megváltoztatni. Az viszont, hogy az ember rálát, még nem garancia semmire, mert változtathat szenvedés irányban, és változtathat boldogság irányban. Képíthet még több kötöttséget, és el is érheti a megszabadulást. Tehát ez egy lehetőség. De mivel a szabadságot nem lehet ráerőszakolni senkire, ezért lehetőség marad, ha élünk vele, ha nem. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Vágyom a szeretetre, és mégis falak mögé teszem magam is egy kvázi, egy ilyen burokba, és hogy ezt nem látom, hogy hogy működik, és mi lenne a helyes ö, megoldása ennek. Így betegség kapcsán ö, kérdeztem rá magamnál erre, és ezt látom. De hogyha tehát milyen ellentét ez, hogy vágyik rá az ember, de mégis, mégis Ez egy olyan mondani. ellentét, amelyet bizonyos kultúrák okos kocsisai kihasználnak, hogy a lovat fájdalommentesen hajtsák. Nem ütik ám azt a lovatostorra, de hogy. A végére kötnek egy csomag répát, és belógatják a ló elé. A ló elindul, húzza a szekeret, rajta a kocsis, kezében az ostor, lelóg a répa, és így szépen mennek előre. Ameddig a ló rá nem jön, hogy amíg csak a szeretetre vágyik, addig nem fogja megkapni. Légy te magad a szeretet. Ekkor leesik a répa az ostorról. Ott lesz a földön, a sárban, fölveszed, megmosod, és akkor a tiéd, de már tudod, hogy nem csak a tiéd, hanem azért az emberé is, aki viszont szeret téged. Hogyan legyek én magam a szeretet? Már az vagy, csak nem hiszed el magadról. Köszönöm, hogy megteremtetted nekünk ezt a helyet. Már másodjára vagyok itt, és az első alkalommal éreztem, hogy nagyon jó helyre kerültem, ezért vágytam, hogy jöhessek legközelebb is. Az egyik videódban mondtad, hogy vannak emberek, akik 20%-on élnek, vannak, akik 80%-on élnek. Aki 20%-on él és 20%-on boldog, vagy valaki 80%-on él és 80%-on boldog. A gond akkor van, hogyha 20%-on élünk, de 80%-ra szeretnénk kerülni. És én ezt érzem saját magamon, hogy hogy 20%-on élek, boldognak kellene lennem ezen a 20%-on, de, de 80-ra vágyok. És hogy mit csináljak? Gyakorolj. És akkor 100 lesz. 80, meg 20, az 100. Az en gyakorlattal tényleg elindulsz az úton, és nem az a baj, hogyha 80-at akarsz, hanem az, hogyha csak vágysz rá. Tedd! Teremtsd meg! és akkor megvan. Két dologra fogsz rájönni, saját magadért, saját magad erőfeszítéséből nem megy. Amennyire szükséges a te energiabefektedésed, annyira nem megy egyedül. A másik, hogy csak saját magadért egy idő után teljesen érdektelen lesz és motiválatlan, valaki másért, valakik kedvéért is, szeretetéért, hogy viszonozhassd és ők is adhassák, úgy már igen. Tehát ne vágyja 80-ra, érdel, halad meg, és oszd meg másokkal. És így már több lesz, mint 100. Csak félek a rossz döntéseimtől, hogy rosszul döntök. Akkor a félelmet fog uralni, és a félelmet fog dönteni. Te szeretnél dönteni, vagy a félelem? Melyikkel? én szeretnék dönteni. A félelem és te azonos vagy különböző? Ezt még nem tudom, de kérdezem, hogy mi ez? Megkérdezted, hogy mi ez? Elmered viselni a választ? Még talán nem. Itt a félelem. Ekkor még azonos vagy vele még több gyakorlat, és még több kohan praxis. Ha nem félsz bejönni az interjú szobába, egy idő után nem félsz a mindennapi élethelyzeteitől és kapcsolataitól sem. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Tessék már letted. Már közel van a mikrofon. <kül> Én a gyakorlattal kapcsolatban kérdeznék, most merült fel bennem a, a kérdés, hogy a meditáció során igazából egy ilyen álom előtti állapotban vagyok, tehát nincsenek ilyen múltból visszajövő gondolatok, nincsenek érzések, hanem igazából egy ilyen, tényleg úgy tudnám leírni, egy ilyen üres elme állapot, mint, mint elalvás előtt. És felmerül a kérdés, hogy vajon jól csinálom e a, a gyakorlatot, vagy sem. Fogalmam sincs. Az, hogy te egy nap után jól csinálod, vagy sem az engyakorlatot, gyakorlatot, Senki meg nem mondja neked felelősen. Mennyire látsz tisztán, mennyire hallasz tisztán meditáció alatt és után? Ez a kérdés. Meditáció közben maximálisan kívülre irányítom a, a fókuszt, tehát a külső zajokat befogadom, viszont nincsen ez, a, ez az úgynevezett filmezés, tehát nem, nem jönnek a, 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 az érzések, amiket esetleg föl kéne dolgoznom, vagy nem tudom, hogy. Hová Esetleg... be a zajt? Hát ide-fentre. Nem kicsi az? Annyi a zaj ezen a világon. Máshova kellene? Bizony. Ide, a tantienbe fogad be az összes hangot, és ezzel hald. Tehát a köldök csakrával fogd föl az egészet. Az elmét előbb-utóbb betölti. És akkor túlcsordul. És nem az a cél pusztán, hogy egy intelligens membrán légy, hanem az a cél, hogy tapasztald azt, ami hall. Tehát a csend és a hangzás az lényegileg ne különbözön, de az egyik a csend, a másik a hangzás. Ha tényleg erős a központod és tiszta a tudatod, akkor az úgy működik, mint egy nagyon jó lengés csillapító, akármilyen döcögős az út, a jármű stabilan halad akármit hoz eléd az élet, akármilyen konfliktust, nagy örömöt, hirtelen boldogságot, hirtelen vesztességet, látod, aminek látnot kell az ilyenségében a valóságot. És nem teszel hozzá, és nem veszel el belőle. És ekkora tudatod tiszta. És a külső és a belső között lényegi különbség nincs. Mindig gyümölcséről ismerszik meg a fa. Az több miatt szeretem, de az egyik az, hogy nincs mellébeszélés. Bejössz az interjú szobába, ha a tiszta tudatod megvan, és a képzettséged is hozzá, megoldod a COANT. Ha nem, akkor tessék még gyakorolni közösen a többivel. Jó? Köszönöm. Szívesen. A döntésekkel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy rengeteg rossz döntést hoztam az életem során hogy akár feldobhattam volna egy pénzérmét is, és arra bízhattam volna a döntést. Hogy ilyenkor, ha is sorsra bízzuk azt a döntést, nem magunkra mondjuk egy lehetetlen látszó feladat előtt vagyunk, akkor milyen hatalom dönt akkor helyettünk? Javaslok egy olyan pénzérmét kiválasztani, amelynek mind a két oldalán fej van. Feldobod, leesik, és azt mondod, hogy írás. Ó, ez ügyes. És innentől kezdve biztos, hogy rosszul döntött el. Jó. Na most megkavartál rendesen. Igyekszem segíteni. Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. A félelemhez szeretnék valahogy kapcsolódni. Egy ideje, azt hiszem, hogy Igyekszem, nem azt hiszem, igyekszem, hogy ne a félelmem irányítson, és uh, leginkább dühös vagyok a, a félelmemre, vagy hogyha félek. Az egy jó párosítás hallom. <laughs> De hogy uh, igazából a fő kérdésem az az lenne, hogy hogyan uh, tudom kivenni az energiát azokból a dolgokból, amiket működtetek magamban, amik visszahúznak, amik nem engednek előre. Amitől egy ilyen, egy ilyen kör lesz, és. Uh, hogy tetted bele az energiát ezekbe a jelenségekbe? Amit tudsz, azt mennyire biztosan tudod? Hát foglalkozom ezekkel egy ideje, úgyhogy azt hiszem, hogy... Mikor azt mondod, hogy tudod, hogy hogy teszed bele az energiát ezekbe a jelenségekbe, az a teremtésről szól. Tehát, hogy hogyan teremted meg. És egy bizonyos hányadát ismerjük ennek a folyamatnak, de a legelső pontját nem, az, hogy a nem tudhatóból hogyan lesz tudható, a nem láthatóból hogyan lesz látható, ez csak magadban láthatod. És valójában nem tudjuk, hogy hogyan teremtjük ezeket, csak hirtelen a karmánk összeáll valamivé, ami egy pillanatban szép, a másik pillanatban csúnya. Egy pillanatban félelem, a másik pillanatban dű. Nagyon gyors a kondicionált valóság hatása ránk. Tehát nem tudjuk, hogy ez az energia honnan megy bele, és itt a kulcs, ha visszatérsz a nem tudhatóhoz, akkor az energia ki is jön belőle. Nem kell elemezni, mert benzinnel nem lehet tüzet oltani, gondolatokkal nem lehet gondolatokat elcsendesíteni, érzelmeket nem lehet érzelmekkel megnyugtatni. Oké? Okay? Az a fontos, hogy vont ki az energiát ebbe a nem tudhatóba, mind abból a karmából, amit nem akarsz föntartani, illetve újra teremteni. Másodpercenként 24-szer újra teremtjük ezt a valóságot, és ezért látszik folyamatosnak. Minden karmánk ilyen, és a pillanatnak az az óriási jelentősége, hogy csak itt és csak most veheted ki az energiát a karmádból. Ehhez a hozzávaló viszonyt kell megváltoztatni, magyarul tisztán kell látni, és az információ tartalom pedig az azonosulás, az a legmélyebb információ tartalma a karmának, hogy mennyire azonosulsz vele. Hogyha kivetted az azonosulást, kiveheted az energiát is. Ha nem veszed ki az azonosulást, nem veheted ki az energiát sem. A kettő ugyanannak az éremnek a két oldala. És az energiában, mint nagy dobozban, benne van az érzékszervi hatás is, meg a matéria is. Jó? Egy doboz. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért van az, hogyha az ember tele van szeretettel, és a szeretetet mindenki elfogadja, leszámítva a gyerekei? Miért nem tudod úgy szeretni a gyerekeidet, hogy elfogadják? Mert próbálom, de teljesen lezárnak. Miért zárnak le? Hát ez egy long story. Nem. Ez egy nagyon rövid történet. Úgy látod a gyerekeidet, ahogy vannak, vagy ahogy szeretnéd őket? Én úgy gondolom, hogy ahogy vannak. Akkor én... nem zárnának le? Hát, én nem tudom folytatni. Nem is kell. Ebben a pillanatban mindenféle prekoncepciót tégy félre. Hogy annak a gyereknek milyennek kéne lenni, hogy a szülei, hogy a másik nagyszülő, stb. stb., Mit mond a gyerek? Mit érez a gyerek? Mit gondol a gyerek? Mit tesz? Lássam úgy, ahogy van, és érezzem őt teljesen. Onnan tudod, hogy helyesen gyakorlod az együttérzést, hogy a gyermek megbízik benned. Egyébként a felnőtt is csak ott hosszabb az út a másik lelkéig. Tehát azért kell a teljesen üres és gondolkodás előtti tiszta tudatot elérni, hogy az együttérzést megfelelően tudjuk gyakorolni, és ne valami érzelmi pozitúra legyen belőle, amely később torzítómezőként, mezőként, szűrőként, gátként, akadályként fog érvényesülni, pedig azt hittem, hogy milyen elképesztően együttérző vagyok. Nem, a saját magam érzelmeit akartam viszont látni a másikban. Ez nem együttérzés, ez egy akaratátvitel. Teljesen más. De ha az énségemet félre tudom tenni, akkor tapasztalom, érzem, hogy a másik lelkében mi van. Legelső támpont, figyeld a lélegzetét. Figyeld a saját lélegzetedet. Érezd meg, hogy ez a két lélegzet egy térben van, egy időben van. Ezek után lásd meg a szemét, amivel ő néz. Hald meg, amit ő hall. Mozduld, amit ő mozdul. ezek nagyon egyszerű, mély és tiszta gyakorlatok, és a gyerekek ebből a szempontból csalhatatlanok, mert nem csalnak. Persze, megtanul hazudni később, majd el kell szoktatni róla. De amikor eljutsz a lelkéig, azt a gyerek csalhatatlanul jelzi, hibátlan ebből a szempontból, mert minden gyermek szeretetre, figyelemre, jelenlétre, elismerésre, felnövekvésre vágyik. És tudja, hogy a felnövekvés útja a felnőtt. A felnőtt maga. Szülők, egyéb szeretett személyek. Ha nincs együttérzés, nincs bizalom. Ha van bizalom, van együttérzés is. Innen tudod, hogy jól csinálod. Csak akkor nem zárt le, nem zárt ki, hanem a szívébe fogad, és azt mondja, hogy gyere még, kélek szépen, még. Teljesen mindegy, hogy csoki, gyümölcs, süti, vagy egyik sem, te kell lesz. Oké? Okay? Azt szeretném megkérdezni, hogy azt mondtad, hogy egyedül nem megy, ne kell a csoport, hogy miért nem megy egyedül? Azért nem megy egyedül, mert sokkal kisebb vagy, mint a világ. Sokkal kevesebb vagy, mint a családod, a társadalmad, vagy az emberiség. Az a csoda, amikor Robinson Crusoe túléli a magányt a szigeten. Hiába van péntek, vagy szombat, vagy egyéb társ. Az a csoda, amikor egy egyén a társadalom fölé tud pozitíve kerekedni, és valami olyat ad, amit a többiek mondjuk nem tudnak, nem látnak. De erre nagyon kevesen vagyunk képesek. Hát először be kell látnunk, hogy valójában honnan indulunk, hogy valójában kik vagyunk. És egyedül nem megy. Társ nélkül, család nélkül, társadalom nélkül nem megy. De ha ragaszkodunk ezekhez, és úgy kötődünk ezekhez, hogy az individualitásunk elvész, akkor rosszul használtuk fel a párkapcsolatot, a családot és a társadalmat. Tehát ezek nem mentesítenek a felelősség és szabadság paradoxonjától. Az egyének el kell érni a szabadságot, hogy végre felelősséget vállalhasson. És a felelősség vállalása nem képzelhető el a szabad döntés nélkül. Úgyhogy egyedül nem megy, te egyedül meg kell tenned azt, amit csak te tehetsz meg. Ami a te dolgod. És van egy kulcs, ha nem magadért teszed, akkor már rögtön ott van a híd magad és a másik ember között. De a te karmád a te karmád, a te izsákod a te izsákod. Helyetted nem viheti senki, más helyett a másért nem viheted, de egymás segíthetitek. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. Nekem egy gyakorlati kérdésem van, csak azt szeretném megkérdezni, hogy gyógyító butha az csak állagmegőrzés miatt volt lett -let a karba, vagy, vagy más oka is van? Állagmegóvás miatt. Ne süssel a fény feleslegesen. Olyan, olyan, gyönyörű, hogy ezzel te megelégedsz. Hát én biztos nem elégednék meg egy ilyen válaszra. A koreai zentermek legjava az úgy működik, hogy az oltár, az nem kitüremkedik a falsíkból, hanem betüremkedik a falsíkba, és van egy ajtaja, egy tolóajtó, amit így el lehet húzni. Tehát amikor szükség van rá, kinyitják, akkor nincs szükség rá, mert mindenki meditál, akkor becsukják. A mi termünk az egyrészt másképp épült, szertartást teremként és meditációs teremként épült egyszerre. Ezért nincsen betüremkedés, hanem egy külön oltár itt mögöttünk. De az új zentermünk pontosan ezzel a kitüremkedő oltárral fog rendelkezni, ahol már be lehet csukni az ajtót úgy, hogy te körbesétálhass akadálytalanul a terem teljes kerületén. Ez azért fontos, mert ha kell butha, megjelenítjük, ha nem kell butha, akkor nem. Köszönöm. A szertartás idejére felhúzzuk a drapériát, lásd, Projekció, introjekció, belső minőség, külső minőség. Nincs szertartás, akkor az egész pihen. Problémám van azzal, hogy felelősséget vállaljak egyáltalán, hogy döntéseket hozzak. elő szeretettel átruházom a környezetemre. És jó és ez neked? Nem, már úgy érzem, mintha nem is léteznék időnként jó hírem van, létezel. Tehát én látlak itt magam előtt, mikrofonnal a kezedben, ez nagyon jó. De mitől félsz? Mindentől. Nem. Mindentől nem félhetsz, mert akkor valójában semmitől sem félnél. Tehát van egy bizonyos megkülönböztetés, amit nem látsz, a félelem csak a bátorsághoz képes létezik. Tehát, hogyha mindentől egyöntetően, egyenletesen félnél, nem lenne kontraszt, nem lenne ellenpont. Hát van benned valami, ami X-től fél, és Y-tól nem. Ezt meg kell találni. Belül kérdezd meg, mitől félek. Akkor jön a lista. Általában a félelem elképesztően tárgyatlan, olyan, mint egy ilyen füstös massza, ami beborít mindent, lebékjóz, és vannak benne ezek a kis tűzpontok, amiktől pánikba szoktunk esni. És pont ez a felhőszerű, ködszerű, ilyen tüzes forgatag jellege az, ami fenntartja, amitől ez tartósodhat. Ha rákérdez hogy mitől félek, elkezd oszlani a köd, elkezdenek másképp lobbani ezek a kis szikrák, és ezért nem menekülj a félelem elől, ne harcolja a félelemmel, és ne engedd, hogy lebékjózzon. Tehát nem ütsz, nem futsz, nem fagysz le lásd meg, és kérdezz el nyugodtan, mitől félek? Javaslom a sötét éjszakát. Kimész a sötét éjszakába, és megkérdezed, mert akkor elkezdünk néhányan remegni, mint a nyárfa level, de nem tudod, hogy mitől? Egy biztonságos, ilyen kis szép hegyoldalba, csillagos nyári estén kimész, és így napszállat van, és beáll a sötétség. Van egy olyan negyed óra, amikor az állatok, naplementekor így megtalálják a helyüket. Ez az éjszakai üzemmód. Ha ezt tapasztalod, ez valami fantasztikus. A madarak, négylábúak, rovarok, hüllők, ha vannak, és ilyen, ilyen motozás, ilyen helyezkedés, hangok. Elképesztő az, amikor átmegy éjszakába a vadon. Na, ezt ragadd meg, ezt az időszakot, és légy vele. Légy ezzel a folyamattal, ha még akkor is félsz, amikor ez már többször lezajlott, amikor többször megfigyelted ezt az átmenetet nappalból éjszakába, akkor tényleg belülted föl, hogy mitől félek. És nagyon valószínű, hogy nem fogsz konkrét választ kapni rá, de elkezd oszlani a köd. És a mindentől félek, át fog menni szépen, fokozatosan egy olyan, vagy semmitől se félek. És te ugyanaz maradsz, csak a köd eloszlik. Igen, köszönöm szépen. Szívesen. Szóval a hétköznapokban nekem ez ilyen folyamatos visszatérő probléma, hogy hogyan őrizzem meg a nyugalmamat. Hát konkrétan a családi élet nehézségei két kiskorú, akik pörögnek folyamatosan. Azok ütnek folyamatosan és üvöltenek, ez biztos. Igen, Igen. és hát szóval ahogy így megy föl a pumpa. Fontosat mondasz nagyon. Megy föl a pumpa nem látok a pipától, felmegy az agyvizem, az mind a csínek, a pránának az emelkedése, a test előlapja, mert nem elég erős a centered. Uh -huh. Nincs elég figyelem, nincs elég súly a tantienen, ezért a felső csakrák tartalma és karmája felfelé rántja az energiádat, magyarul az információ kontrollálja az energiát és neked a figyelmeddel az energiát vissza kell vezetni az eredeti helyére, ahol még szabad, ahol még differenciálatlan, ahol még egy, ahol még nem vált valamivé. Most ezt a két kiskorú folyamatos üvöltése és egyebek közben ezt nem tudod megcsinálni, mint háttérgyakorlat. Azt tudod, hogy eljössz gyakorolni, és az adott helyzetben érvényesül az, amit itt tapasztalt, hogy folyamatosan le vagy az alhasban, folyamatosan tükrözöd, hogy mit csinál a két kiskorú, és segíted őket, de anélkül, hogy téged a centerből kimozdítana. Ha téged a pillanatból kimozdít a két gyerek, ők lettek az erősebbek, és nem te vagy akkor a nagy erős anyuka, hanem egy stresszelt nő, aki nem tud a gyerekekkel mit csinálni. Erősnek kell lenni, mert ha a belső buthád ezt nem tanítja meg, majd a külső két kicsi butha úgy kiszorítja belőle, hogy szederjes leszel. Hát ez ismerős. Igen. És még amellé az is, hogy az ember este, amikor már elaludt a két kis lurkó, azt mondja, hogy hogy lehettem ennyire gyenge velük szemben? Hogy tudtak kihozni a sodromból? Hogyan mondhattam, tehettem ezt? Ők még nem veszik föl, de magukkal viszik példaként, és pár év, pár hónap, pár hét múlva visszakapom. Igen, ez a legrosszabb, amikor az ember ezt már látja. Ó, hát tudja. ez a legjobb. Igen, de hát, nagyon rossz, hogy annyira. mégsem sikerül, és tudom, hogy nem jót teszek. Ez de... az egészséges frusztráció, ami elhoz téged a gyakorlathoz. Hidd el, hogy ha lenne jobb, mondanám, de hogyha a centeredet, ezt a középpontot, ezt a jelenlétet nem erősíted meg, a két gyerek szét fog szedni a darabokra. Miért? Ők születtek hozzád. Ők nem a szomszédba születtek, és nem a szomszéd gyerekei születtek hozzád. Együtt van karmátok. Mit jelent ez? A gyerek olyan ösztönösen, spontán és gondolkodás nélkül megtalálja a gyenge pontodat, hogy még haragudni se tudsz rá. Hiszen nem mesterlövész, aki két kilométerről ilyen kis optikával és egy ilyen nagyon hosszú puskával lő téged, ők ezt optika és puska nélkül közelről tudják. És közben szeretnek téged, és függenek tőled, és fel akarnak nőni, és azt mondják, hogy anyu. És közben pedig darabokra törnek, ha hagyod ha hagyod. De ha nem hagyod, akkor viszont tudod szeretni őket abból az erőből, ami megvan benned, csak még nem találtad meg. Amit ki tudsz fejleszteni. Hogy mondjuk nagyobb térben érzed magad, mint amit a két gyerek hagy neked. Tehát a gyerek úgy leszűkíti a teredet, hogy az valami hihetetlen, ha hagyod. Hát nem véletlenül vagyok itt. Hát, ha látom, használod e is az időt, a... és jó kérdéseket teszel föl, és ezt nagyon tiszteletre mélt, hogy két gyerekes anyukaként itt vagy, és próbálod javítani magadat, hogy jobban tud őket nevelni. És nem könnyű, tudom. Úgyhogy ez egy kőkemény meccs, hogy az ő karmájuk, a kis ö, lázadó infantilis karma az összes vágyával, dühével, egyebével érvényesül néha, vagy pedig a szülő erősebb a saját bölcsességével, együttérzésével és felnőttségével. Mert ha te nem leszel erősebb, akkor majd ők. Tehát ez egy akarat meccs. Tehát nagyon sokféle szint lehet a gyermeknevelésre festeni, és különböző rétegeket, különböző tanításokat, interpretációt és egyebet, de a legmélyén a nyers karma mészerkezetében ez egy akaratmeccs és minél hamarabb felébreszted őt a saját akaratára, annál hamarabb járja a saját útját, és egyre kevesebb egóharc van. Tehát mikor szűnik meg állandóan a kakin és a pisin való vitatkozás, meg nyűglődés, mihely szobatiszta lett. Mihely tudja, hogy mit akar és megy az úton, azon nyomban te már csak segédkezel, de nem kell irányt adni és vitatkozni azon, hogy mi a helyes döntés és mi nem ha már lát annyit, hogy az okot és az okozatot összerakja, akkor csak azt kell megkérdezni, hogy ezt akarod? Ezzé akarsz válni? És ha igen, akkor menjen. Mert már látja, tudja az ő felelős döntése. Nem a te felelősségedet kell fölhasználni az ő infantilizmusával szemben. De amíg nem nőtt föl, amíg nem ébredt alapszinten önmagára, addig állandó énségharc van. Valamikor voltam jól, Külföldön éltem, egyedül volt időm gyakorolni. Hazajöttem, pontosan tudtam, hogy miért. Megvan mindenem azóta, amire valaha vágytam. A családom egy fantasztikus fiam van, férjem. Van egy házam, ahol tehetem azt, amiért hazajöttem. És iszonyatosan szégyellem magam. Itt ülök, toporgok, és nem teszem a dolgomat. Milyen dolgod? Nem tudom megmondani, de a jól létemkor minden pillanatban tudtam, mi a dolgom. Ha nem tudod, hogy mi a dolgod, akkor nem leszel jól. Ne válta mm -hmm. azt, hogy jól leszel enélkül. Tehát egy olyan tudatosságra van szükséged, amik előbb hozza vissza azt, hogy mi a dolgod, és teszed, és ebből a helyes cselekedetből te energiát merítesz. A jólét per jól lét, az megfelelően rendezett tudatállapot, és megfelelően magas energiaszint együttállása. Ezt hívják boldogságnak. Uh -huh. Azért vagyok ennyire analitikus, mint egy Excel tábla, mert hogyha nem látod ennek az energetikáját, ami a cselekvésben van, ami a fizikai kapcsolatban van az univerzummal, akkor azt hiszed, hogy valamilyen speciális gondolat vagy értelem lesz az, ami a jó létet vagy a jól létet visszahozza. Nem. Egy magas szintű energiállapot nélkül ez nem megy. És a, az információ, a karma, azaz a lélektartalomnak az a dolga, hogy ezt ne rázza szét, ne merítse ki, ne dobja szét tízezer dualitással, nem maradjon meg az egység állapotában, és így éljen, így lásson tisztán, így halljon tisztán, így viszonyuljon tisztán. A magány, főleg a társkapcsolatban vagy családban átélt magány, az egyik legszörnyűbb dolog, ami történhet emberrel így a hétköznapi életben. És az a fontos, hogy az érzelmeiddel nem maradj magadra. Merd kifejezni az érzelmeidet, mert ha nem, akkor nem lesznek őszinte lélek kapcsolataid, csak ilyen formális szűk keresztmetszetek, ahol nem érzed jól magadat, mert nem lehetsz őszinte. A párkapcsolaton belüli magány az az egyik legszörnyűbb dolog, amit az ember tapasztalhat. Nagyon fontos, hogy ne maradj magadra az érzelmeiddel. Az érzelmi elmagányosodás az az önsajnálattól kezdve a másokra vetített projekcióig mindenre képes, csak azért, hogy újratásra lejjen. De így nem lel az ember igazításra, mert az energiája nem ért el azt a szintet, hogy egy másik ember tényleg kíváncsi legyen rá, és el akarja fogadni, mert a karmája által túlságosan szennyezett még. Az érzelmi elmagányosodás olyan, mint egy fekete lyuk, egy hatalmas kút, amit vonz, vonz, vonz lefelé, és ennek nincs feneke. Ennek nincs vége. Egyedül te mondhatod azt, hogy elég volt. És hogyha elég volt, akkor a kútnak rögtön ott a vége, és elindulsz fölfelé. És a fölfelé indulás az több szinten átmegy. Az egyik, amit az ember tapasztal egy idő után, ez a feltétel nélküli szeretet. És az emberek valójában erre a feltétel nélküliségre vágynak a saját feltételeik között. Érzed az ellentmondást? Ezek közül a feltételek közül kell kijönnöm ahhoz, hogy valakit úgy szerethessek, hogy ő ezt viszonozni akarja, mert benne van az öröklétnek az a szikrája, ami a feltétel nélküliség, ami az egység, ami az egyévvállás tapasztalata. És a legnagyobb művészet az, hogy ebben az erőteljesen feltételez kötött világban ezt a minőséget tapasztaljuk, átadjuk és éljük. Itt a feladat. Az első lépés, hogy kimondom, hogy elég volt. Igen, ez az első lépés. Köszönöm. Csak következő, hogy most mit akarok. Már szilárd talaj van a talpad alatt, most mit akarok, és abba az irányba menni. Jó, köszönöm. Szívesen. Ha az ember kimondja viszont azt, hogy eddig és nem tovább, és utána ezekért nagyon nagy árat fizet, persze érzi annak a felszabadító részét, tehát hogy saját maga lehet. Tehát, hogy amikor az embernek így dönteni... Ha felszabadító, akkor nem saját maga. Akkor már legalább még egy ember benne van, hogyha felszabadult ebből az állapotból. Figyeld meg, jó? Hát saját maga van. Saját magam vagyok benne mint döntésképes felelős személy, de nem magányosan, nem egyedül. Igen. Jó, akkor megérte. Akár mekkora árat fizetett érte, mert még mindig jobb, mint a korábbi állapotok bármelyike. Igen, csak ezért van az embernek lelkiismeret, vagy nekem lelkiismeret furdalásom, hogy hogy merek, hogy merem jól érezni magamat, amikor a nagy társadalmi elvárás, persze ezt így tudom, hogy nem az enyém, azt mondja, hogy ez viszont nem kellene, hogy jól érezzem magamat. Ezt valójában ki mondja? A környezet. A környezet? A én... környezetben ki mondja, hogy te ne érezd jól magad? Hát elég sokan, munkatársak, hát, micsoda a Micsoda munkahelyed van? Hát én is ezt mondom. Hát, micsoda barátaid vannak, hogy azt mondják, egy barát tudja azt mondani, hogy ne érezd jól magad. Vigyázzunk a projekciókkal, és vigyázzunk a saját érzelmi, problémáinkkal, mert pillanatok alatt rávetítjük a környezetre. Ez konkrétan leírta, hogy, hogy, mert hogy önző vagyok. És? Ezt leírta. És? Abból mi következik? Beszennyeződött egy kis papír vagy képernyő felület. Igen. Tehát ha ezekhez ragaszkodunk az ilyesféle megnyilvánulásokhoz, vagy véleményalkotáshoz, akkor soha nem fogod jól érezni magadat. Mert mindig véleményfüggő leszel és ne legyél véleményfüggő, hanem realitás talaján álló és az úton határozott irányban menő lény. Ahogy ezt mindannyiunknak kívánom, hogy legyünk a realitás talaján álló és az úton határozott irányban haladó lények, és hogy ha azt választjuk, hogy elérjük a felébredést, akkor ezt előbb-utóbb el fogjuk érni hogy egy éven, egy életen, több életen belül, az teljesen mindegy. De ameddig ebbe az irányba haladsz, addig ez nem fog szűnni, sőt, gyarapodni fog, mint tapasztalás. Ha ezt arra teszed föl, hogy másokat is megszabadíts a szenvedéstől, akkor ez pontosan így fog működni. Mindegy, hogy egy hangyát, egy embert, egy családot, egy várost, vagy egy társadalmat, uram, bocs, egy egész emberi fajt szabadítanál te meg a szenvedéstől, amíg ezt teszed és ebbe az irányba haladsz, addig ez fog történni. Tehát akik feladják, nem érnek oda. Akik odaértek, azok nem adták föl. Én azt kívánom, hogy ne add föl. Hogy haladj abba az irányba, amelyben okod van hinni, társulj azokkal, akikben bízol, és mert végigvinni azt, amiben hiszel. És innentől kezdve, ha tisztán látsz, tisztán hallasz, és az okozatisága jó barátod, akkor a hibáidat előbb-utóbb kiszűröd, segítesz másoknak is, és akkor együtt ébredünk fel, és szabadítunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!